volt, hogy Pál Lajos egy fazekas dinasztiából származik. Arra vagyok kíváncsi, hogy hogy lett képzőművész, hogy tudott az agyaktól elválni, hiszen törvényszerűnek tűnik egy fazekas családban, ahol minden egyes családtagnak megvan a maga helye és szerepe, és szükség is van rá, hiszen a fazekasság nem egy személyes foglalkozás. Hogy sikerült ebből kiválni, és egy más pályára, művészi pályára állni? Én gyerekkoromban a szobrokot csináltam. Medvét csináltam, az volt a... annak út keletje. Apám jó szervező lévén megszabta, hogy csinálok 60 medvét, akkor mehetek a nyullakhoz játszani. Sok nyullam volt. Aztán hamar megcsináltam a 60 medvét, és akkor szabad voltam. Vagy 17 szarvas kellett csinálnom. 17 embert. Ez volt a norma. Ez különben, ez bevált ez a módszer, mert Antal öcsém volt a faluba a leggyorsabb fazakos. De ő is akkor mehetett el játszani, amikor meg volt a normája. Aztán ezekből a szobrokból látott valamiket, valamennyit látott ott Trüssner tanár, aki itt nyaralt Korondon. És ő vitte volt el a szobraimat vásárhelyre, és akkor hittak, hogy menjek a műszeriskolába. El is mentem, de nekem nem volt, csak 6 osztályom Korondon. És már föl is vettek volt, amikor kit előjött a dolog, hogy hát nincs meg a 7. osztály. Hát ha már ott vagyok, akkor egy évig muzsikáljak, próbáljak valami hangszerre játszani. Aztán jövőbe megyek hát a szobrászatra. De már ott kezdtem úgy a szobrászatot. Végre annyi könyv volt, amit olvashattam, amennyit akartam. És ahogy később fogalmaztam, ilyen fogas műveltségem volt. Volt egy nagy fogas a mosdóba, és mindig felbújtam éjjelre a fogas tetejére. És keresett a pedagógus, sehol nem talált meg, mindig felfeküdtem, és ott olvastam addig, amíg majdnem már buktam le. Nem talált meg. Hát nagyon szerettem a könyveket, már csak egy volt az izgalmas, hogy adjam be édesapámnak, itthon, meg anyámnak is, hogy nem leszek én szobrász. Különben is apám mondta, hogy te nem fejlődsz semmit. Most se csinálod gyorsabban, amikor nyáron hazajöttem. Nem csinálod gyorsabban a szobrokat, a medvéket, mint ahogy eddig csináltad. Hát nem tudsz te semmit. Aztán kitaláltam, hogy elmondtam édesanyámnak, a doktor azt mondta, hogy szobrászok azok nagy, kemény emberek általában, követ kell forogni, és egy kicsi voltam, és soha. És az nem jó nekem. És az édesanyám el is hitte, és elmondta édesapámnak, hogy a doktor azt mondta, hogy nem leszek én jó szobrásznak, mert kicsi vagyok, és soha. És aztán így átmentem a festészetre. De én ezzel párhuzamosan már kezdtem írni a verseimet. Írtam ott a műszeriskolában. Aztán a festészetet nem hagytam abba. Vestirast volt, amikor abba hagytam. Mindenféle papír hiányba. Azóta is ezt csinálom. De az édesapa hogy tudta elfogadni, hogy a fia most kiválik a családi hagyományból, valami mást fog csinálni? Valami módon őt inspirálta az, hogy művész lesz a gyermeke? Egyrészt elég jó tanuló voltam. A testvéreim nem voltak olyan jó tanulók. A nővérem az nagyon jó tanuló volt, Erzsé. A többiek nem voltak jó tanulók. Aztán volt egy ilyen is a családban, hogy ahol ennyi ember van, ott egynek kell imádkozni a többiekért. Aztán azzal volt nagy szerencsém, hogy a műszeti iskolába akkor végzett Nagy Pál festő. 9-os voltam, és hátam mögé él, és azt kérdezte, emlékszem, ez volt az első mondata hozzám,
milyen összeesküvés készül itt a művészet ellen. És ő korrigált először akkor a rajzomnak, rajzomra. És vele aztán nagyon jó barátságba kerültem, egészen haláláig. Úgy foglalkozott velem, hogy mind jobban megszerettem. Nagyon érdekes tanár volt, de díjakot tűzött ki. Kinek jobb volt a tanulmánya, azt elvittem moziba. Hát én a mozit is nagyon szerettem gyermekkoromban. Koromban nem lehetett moziba járni. Hát én azért mindent megcsináltam volna, csak hogy moziba mehessek a tanárom. Főiskola, Vásárhely után Kolozsvár éve következte. Kolozsvárra kerültem. Aztán hát 56-ban beválasztottak egy diákbizottságba. Részt vettem annak a bizonyos Mátyás házi gyűlésnek a megszervezésébe, de akkor már közlőköltő voltam. Hetente jelentek meg verseim az útunkba, Igazszóba. Úgyhogy a verseből én akkor többet kerestem, mint apám itthon. Kik voltak akkor a kortársai, akikkel együtt indult az irodalomban? Hát akkor ötünköt számítottak egy csoportnak. Mármint emlékszem egy Gálfalvi Zsolt cikkére. Jancsik Pali, Verez Zoltán, Szilágyi Domokos, Pál Lajos. Ötön voltunk, Sasztófi Aladár. Aladár meg Szisz, ők egy évfolyamban fölöttebben jártak, nagyobbak voltak. Verez Zoltán akkor már túl volt a teológián, túl volt a börtönön, ő is nagyobb volt egy éve vagy két éve. Jancsik is nagyobb volt. Mégiscsak én voltam a legfiatalabb közül, ötünk közül. Aztán miután bekerültem, ahogy mondják, a Lerbe, hát akkor úgy elvették a kedvemet. Különben a verseimet azelőtt is inkább fejbe írtam. Ebben szerencsém is volt, mert a börtönben volt, amikor 5-6 kilométert kellett menni a munkahelyre. És ezeken a sétákon soha nem unatkoztam, mert ilyenkor írtam a verseimet fejbe. Mert ugye karton fogtuk, ötös sorba mentünk, karton fogtuk egymást, és akkor írtam a versemet. Nem is kellett odafigyelni az útra, nem mondtam magam. Csak mikor hazajöttem, és hát avval engedtek haza, hogy kegyelmet kaptam, és mehetek vissza az egyetemre. Azt hittem, hogy közölhetek is, de hát 8 évig nem engedtek közölni, nevemet nem lehetett leírni, mint költőnek. 8 év után jelentek meg az első verseim megint. Ez a szabadulás, ez 4 év után történt? 4 év után, miután kiszabadultam, utána hazajöttem. Udvarhelyen azt mondták, hogy a kollektívben van elég hely. Akkor apám nyugdíjas volt, és akkor beálltam mellé, a fazakalás mellé. Elég öreg volt, nehezen mozgott, és ott különböző olyan formákat, amiket ő addig nem csinált, azokat mintáztam, megcsináltam, és olyan edényeket csináltam, amik mentek. Aztán nagy bőröndöt megraktam az edényeimmel, és hogy ne kotyogjanak, akkor megraktam akvarellel. És akkor ezt elvittem Kolozsvára, eladtam. Hát az akvarellekből 3-szor annyi pénzt kaptam, mint az edényekből, amit közösen csináltunk. És lassanként magam ura lettem. Már úgy értem, hogy inkább az a visszasvényeimet vittem, mint az edényeket. De elmentem volt én Bukarestbe edénnyel is, úgyhogy megszereztem volt azt a jogot, hogy az edényeimet bevették a Falu Múzeumba. Ott árulták. Az első képeimet, amiket, akkor jöttem, festettem olajjal,
Ja, hát Bukarestbe szilagydomokossal elmentünk, és Hervainak volt egy nagyon rossz Gorki sorozata. És azt szépen eladtuk az antikváriumba, arra vettünk festéket, és én festettem az akvareleket. Kivágtam egy nagyméretű paszpartut, Szilágy a nyakába akasztotta, én vittem a gónom alatt az akvareleket, és akkor mentünk eladni. Hát azokból az akvarelekből még most is van olyan, amit nem fizettek ki. De végigjártuk Bukarestet, úgyhogy sikerült annyit eladnom, hogy addig még nem ültem út repülőre, Bukarestbe felültem a repülőre. Gondoltam, bár zuhanna le a repülőben, akkor minden meg volna oldva. A repülő nem zuhant le, elmentem Kolozsvárig a repülővel, és ami akvarelem még volt, azt eladtam Kolozsváron. Úgyhogy Bukarestből Kolozsváron keresztül hazajöttem megint. Aztán egy éven belül megházasodtam. Lehetőleg bennültem a kapun belül. Az a szerencse, hogy Koronda egy olyan falu, hogy itt, hogy így mondjam, több száz éve nyüzsgő emberek laknak. Itt egy idegen van, nem olyan feltűnő, mert egy más kicsi falu vagy idegen ember nem dolgozik, abba belekötöttek volna, hogy mi nem dolgozik, hogy mit csinál. Itt elvegyültem. Elvegyültem addig, egész addig, amíg sikerült kiválnom. Itt megkeresték a vásárlók is. Hát persze, hát magamnak, hogy így mondjam, készítettem az ágyat, a hírágyat. Aztán, mikor már elég sokat festettem, elég sokat hordoztam, innentől Szatmárig vagy Bukarestig, akkor aztán lassanként eljöttek utána. Mikorra tudnál időzíteni, amikor úgy megjelent már, ismerté vált, visszajelzést kapott rá, ön is elismerte, hogy most már festő vagyok, most már kialakult egy stílusom, amit mindenki mástól megkülönböztet, hogy mikor élelődött meg ez a tudat? Ezt pontos időre nem tudnám számolni, számon tartani, számon mondani se, hanem hadd mondjam el, hogy ugyanaz a Trózner tanár, aki felfedezett volt, akkor még nem itt ebben a házban laktunk, hanem a Tószegon az édesapám még mellett, és megnézte a képeimet, volt vagy 6 nagyméretű olajom. És akkor megnézte ezeket az olajokat, és azt mondta, hogy Lajos, nem szeretlek, de egyéniség vagy. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy miután kijöttem a börtönből, akkor azóta egyfolytában ugyanúgy festek. Persze a képeim azóta változtak, világosabbak lettek, a figuráim kisebbek lettek, akkor nagyobbakat festettem. Úgy éreztem, hogy olyan embereket kell festenem, akik semmitől se rettennek, szétszakítják a formákat. Azóta a táj nőtt, emberek fogytak. Korai képeire jellemző volt egy baladás tömörség. És nagy figurák annyira, hogy... De az egyetemen is, amiket mellette kellett festenem, ott is ugyanilyenek voltak a figuráim. Másodéven Mohi Sándor volt a tanárom, és hát, aki ismeri a Mohi Sándor képeit, darabosok, nagyok, a tanár akar, mit csinál az ember, hat a munkájára. Egy interjújában Mohi hatásáról beszélt. Mikor azt olvastam, akkor engem nem győzött meg, de évek múltán, mikor egy kicsi alaposabban foglalkoztam Pállal és képekkel, rájöttem, hogy miről beszélt. Megláttam a Mohit képeiben. Hát az a fajta kubizmus, meg az a fajta expresszionizmus is, ami van a Mohi képeiben, az a korábbi képeimben erősebb. Hát azután még sok mindent láttam a világban, mint festő, úgyhogy azok még hatottak. Persze hát ehhez még kellett mondom Nagy Palinak a szelleme is. Hát,
Mádiák koromban itt volt, Nagyfali korondon kijött, itt festettünk együtt. Volt egy gyönyörű képe udvarhelyen, korondviharba, Ölves dombjáról festette be korondot. Sokáig ott volt a folyosón, udvarhelyen, városházával. A forradalom után közben, illetve az események közepette a kép eltűnt. Mellette volt nem messze egy nagyméretű képem, amit a város vett volt meg, az is eltűnt. Úgyhogy a sorsunk így párhuzamosan tűnt el udvarhelyen. Én az égvilágon, ami technikával mindent kipróbáltam. Még nem is tudtam, hogy monotipiának hívják azt a technikát. Mi azt, elmentem volt régenben Péterfi Lacival, kipróbáltuk, hogy milyen érdekes. De nem is hallottam monotipiáról. Tehát akkor csináltam monotipiát. Aztán ecsettel, ecsetrajzzal, tussal, ecsettel úgy próbáltam rajzolni, hogy metszett hatása legyen a rajzaimnak. Fultba. Aztán lassanként azt is abba hagytam, akkor akvareleztem. Most az akvarelezésnél különböző technikákat próbáltam ki. Hát van a hagyományos akvarel, aztán én próbáltam ecettel keverni az akvarelt, az ecettől erősebbek lettek a színek. De ecet kikezdte papírt. Úgyhogy azt is abba hagytam. Akkor egy bizonyos fajta tojássárgával preparáltam a papírt, hogy erősebb legyen a papír, keményebb legyen, és ne fusson rajta annyira a festés. Aztán temperával festettem utána, avval is vászonra is, kartonra is. Hogy így mondjam, százával festettem a képeket. Jó, hogy nem került egy olyan mecénásom, mint Raúnak a festőnek, aki minden képét megvette, és mikor Raú meghalt, akkor felét elégette, hogy a többi értékesebb legyen. Úgyhogy ezek a dolgaim, ezek szétmentek a világba. És nyilvánvalóan kimaradt az olaj. Hát persze, hát onnantól kezdve aztán az elején kartonról... Amíg örökösen végig is. Egyfolytában, igen. Hát a palettámon látszik, hogy milyen vastag rajta a festék.
olyan képei vannak el, amik annyira szívéhez nőttek, hogy nem hajlandó megvárni tőlük. Van. Van. Melyek azok? Hát, anyámról festettem volt egy portrét, abban az évben, amikor a film első osztályban. Sok olyan képen van. Korábban szerettem volna nagyméretű képeket festeni. Aztán rájöttem arra, hogy szinte kedvenc képeim nem nagyméretűek. Én amit láttam Velencében és máshol, egész kisméretűek a képek. Ez életkori sajátossága, hogy az elején nagy képeket akar festeni. Igen, és meg a figuráim is olyan nagyok voltak, hogy azok falra kívánkoztak, nagy falra, nagy termekben. Hogy forrik ki egy művész, úgy megtalálja maga méreteit is, képméreteit is? Igen, ennek megvan a veszélye is, az, hogy az ember a komponálását beszűkíti. Most ezt én fejbe alakítottam ki magamnak ezt az elméletet, hogy én helyi ember vagyok. És akkor én nem úgy látom, én függőlegesen kell lássam a tájat. Nekem nagyon kevés képem van, viszintes. Még főiskolás koromban, meg középiskolás koromban is még rendesen viszintesen festettem, mint minden más ember. Most, ha csak tehetem, függőlegesen látok. Megkeresem azt a helyet, ahol csak én látok. Amit csináltam, nem tudtam más csinálni. Amit végeztem, csak azt tudtam végezni. Különben, ahogy végig gondolom az életemet, mindig csak ide jutok, hogy másképp nem tehettem. Más nem tudtam csinálni. Ez ad egy megnyugvást is, ugye, amikor erre rájön az ember. Igen, megnyugvást is, és hát megnyugvást is, és még egyebet is ad. Szóval felmentem magamot. Szinte felmentem a felelősség alól, hogy nekem ezt kellett csinálni. Hétköznap életben eléggé vidám ember vagyok, de hogy kifordítanák a gondolkozásomat, akkor rögtön rájönnék, látnák a szövetnek a túlsó oldalát is, az ütéseknek a túlsó oldalát. Úgy. Mit látna? Keserűséget látna. Keserűséget látna? Igen. Bizonytalanságot, igen. Nem bizonytalanság, inkább keserűséget. Azt tudtam mindig, hogy dolgozni kell, amikor nem lehet élni. Azt szégyen későn kelni, ezt is tudtam. Ezek mind a keserűséghez tartoztak. Olyat, hogy jól végzett munka öröme, értette, érezze? Nem. Onda szomorú nincs, amikor megnyílik egy kiállítású. Olyan rosszul érzem magam utána, üresnek érzem magam. A képeknél is úgy van, hogyha ha befejezem a képet, a kép akkor van befejezve, amikor az ember aláírja. És akkor üres vagyok és tanástalan. Mert nem lehet várni a világ legszélhámosabb nőjét, a muzsát, hogy jön, és majd homlokon csukor és újat kezdek. Addig újra kell kezdeni. Pál Lajos képein elsősorban a korondias óvidéki táj jelenik meg. Ennyire meghatározó a tájélmény? Eléggé meghatározó, de én Párizsban is lefestettem én a Vendôme tért is ugyanúgy, vagy Genfbele, a Genfitót is lefestettem, meg vannak nekem. Végig jártam, megcsináltam. De hát, hogy így mondjam, ki kell tartani valami mellett. Egyszer Tószegen hallottam azt az azért, hogy az ember ne legyen hüngörgő kő.
Szóval a hüngörgő kő az egy olyasmi, az egy blama is, meg egy értékvesztés is. És aztán ez nagyon belém vésődött, hogy ne legyek hüngörgő kő. Ami csak úgy megrugnak az úton, és egy kicsit akkor tovább menjen.